A szabjával rendelkező lovasokat, majd a honfoglaláskori lovas íjászokat is felelevenítették Fehérgyarmaton az elmúlt hétvégén. A különböző hagyományőrző egyesületek számos módon megjelenítették a több mint 1000 évvel ezelőtti magyarság jellemzőit. Ez többek között Petraskó Tamás hagyományőrzőnek köszönhetően is immár 20 éve fő tematikája a gyarmati vigasságoknak, idén sem volt ez másként. A mai napon is megvalósul egy történelmi ív, mert látom az aprókat, látom a szüleiket, és látom a nagyszüleiket. És nagy-nagy főhajtáson még a dédszülő is valahol itt van. Na, így lehet a kultúrát megőrizni, így lehet továbbvinni, és akik őrzők és cselekvően teszik a lóhátán, azok kiemelten kell, hogy figyelmet kapjanak minden tekintetben. A gyermekek számára is számos színes programot kínáltak a háromnapos fesztivál során. A legkisebbek nagy kedvel próbálták ki a tetoválásokat vagy arcfestéseket, aki pedig igényelt, különleges portré rajzot is kérhetett magáról. A gyarmati vigasságokat idén 20. alkalommal rendezték meg. Péter Csaba Fehérgyarmat polgármestere azt mondta, a rendezvény hangulata is tükrözi a város szellemiségét. Ilyenkor a táborba kerülő fehérgyarmatiak, akik munkahely és egyéb más okokból elhagyták városunkat, térségünket, azért igyekeznek hazajönni erre a rendezvényre. Ilyenkor a családok együtt ünnepelnek, barátok találkoznak és önfeledten szórakoznak. Ez a rendezvény célja. Érezzük jól magunkat, adjunk olyan kulturális programot, amely érdekli az itt élőket és jó kedvet. Hiszen a mai világban, amikor egyre nehezebb minden, a háború árnyékában úgy gondolom, hogy ez a három nap egy kicsit feletteti ezeket a nehéz időszakokat. Tilki Attila, a térség országgyűlési képviselője azt mondta, jó érzés számára, hogy az egykoron Fehérgyarmat polgármestereként életre hívott rendezvény, valamint a hagyományőrzés népszerűsége 20 év után is töretlen. Charles de Gaulle, egykori francia elnök mondta azt, hogy a patrióta az, aki mindenkinél jobban szereti a hazáját. Mi is ilyen patrióta emberek vagyunk, ugye ebből ered a lokál patrióta, aki mindennél jobban szereti a hazáján belül a saját térségét, saját városát. Valahogy így vagyunk mi mindannyian, valahogy mindenki érzi azt, ha csak Kérseményre is gondolok, és Fehérgyarmatra, a gyarmatutó név, illetve a Semjén névre kapcsolatban, hogy a honfoglaló magyarok leszármazói vagyunk mi. A háromnapos fesztivál során néptánc együttesek is felléptek, emellett pedig neves könnyű zenei előadók és zenekarok szórakoztatták a közönséget. A szombati estén Curtis, vasárnap pedig az Ergo volt a fő attrakció a gyarmati vigasságok nagy színpadán.